A filmet a 2021. decemberi utazásunk tapasztalatai alapján készítettem. Kérlek, vedd figyelembe, hogy amennyiben azóta jelentős idő telt el, bizonyos szabályok, árak és költségek megváltozhattak. Az előző részben kipróbáltam, hogy milyen egy utazás autóbérlés nélkül. Szardinián most arra tettem kísérletet, hogy mennyire lehet leszorítani a költségeket úgy, hogy az még nem menjen a kényelem rovására. Kérlek, tarts velem ismét! Szardínia, vagy ahogy a helyiek mondják Szardánya, Szicília után a földközi tenger második legnagyobb szigete. Mivel a mediterrán régióban helyezkedik el, éghajlata az év nagy részében kellemesnek mondható. A hőmérséklet decemberben és januárban a legalacsonyabb. És bár ilyenkor a sziget belső részén akár fagy is előfordulhat, a partmenti övezetben ritka a 15 foknál hidegebb idő. Július és augusztus a két legmelegebb hónap, amikor akár jóval 40 fokot meghaladó forróság is lehetséges. A csapadékos napok száma még a téli időszakban is alacsony, nyáron pedig szinte egyáltalán nem kell esőtől tartani. Bár a tengervíz hőmérséklete júniustól október közepéig 20 fok feletti, de csak augusztus hónapban emelkedik 25 fok közelébe. Az ezeken kívül eső időszakban nagyjából 15 fokig hűl le, ami fürdésre már nem igazán alkalmas. A csapvíz az egész szigeten jó minőségű, korlátozás nélkül fogyasztható. Ha ennek ellenére inkább a palackozott víz mellett döntenél, a 2 literes kiszerelést akár már 15 centért beszerezheted a nagyobb üzletekben. Az elektromos hálózat 230 voltos, ugyanúgy, mint itthon. A konnektorok viszont egy kicsit eltérnek a miénktől, de csak annyiban, hogy nem két, hanem három villás a dugójuk. Mivel a középső ág csak a test, a földelés nem igénylő eszközeidet, mint amilyen a legtöbb töltő is, minden gond és átalakító nélkül be tudod dugni. Szardínia önálló autonóm terület, saját közigazgatással, de ettől függetlenül Olaszország részét képezi. Éppen ezért a beutazásra az uniós szabályok vonatkoznak, vagyis magyar állampolgároknak nincs szükségük útlevélre, a személy is elegendő, de csak abban az esetben, ha még nem járt le az érvényessége. Ha gyerekekkel utazol, ne felejts el nekik is valamilyen igazolványról gondoskodni. A telefonodat az itthoni tarifáiddal használhatod, azzal a különbséggel, hogy az indított hívásaid mindenképpen hálózaton kívülinek számítanak. Ez csak annyit jelent, hogy ha itthon fizetned kell azért, ha másik hálózatba telefonálsz, akkor kintről minden általad indított hívás pénzbe fog kerülni. Az itthoni mobilnetedet korlátozás nélkül felhasználhatod, és természetesen a fogadott hívásokért sem kell fizetned. Szardinián a hivatalos fizetőeszköz az euró. Ha nem akarsz itthon pénzt váltani, akkor kint bankkártyával is gond nélkül tudsz fizetni mindenhol. A koronavírussal kapcsolatos tudnivalókra nem térek ki, mert azok szinte naponta változnak. Ha induláskor a probléma még aktuális, mindenképpen ellenőrizd Olaszország konzuli szolgálatának a honlapján, hogy milyen feltételei vannak a beutazásnak. Az elhangzó linkeket most is megtalálod a videó leírásában. A szigetnek három nemzetközi reptere van. A videó elkészítésének időpontjában Magyarországról csak a két fapados légitársaság valamelyikével juthatsz el átszállás nélkül Szardíniára. Délen található a főváros nevét viselő Cagliari repülőtér. Ha utazásodhoz a Ryanair-t választod, itt fogsz landolni. Ha a Wizz Air szolgáltatását veszed igénybe, akkor pedig a Szardínia északnyugati részén lévő Alghero városka repterére érkezhetsz. A harmadik, Olbia Costa Smeralda repülőtér a sziget északkeleti részén található, a legfelkapottabb nyaralóövezet közelében, de ide Budapestről közvetlen járat nem indul. A repülőjegyek árában elég nagy szokott lenni a szórás. Szezonon kívül egy oda-vissza utat akár már 10.000 forintért is megkaphatsz, még a főszezonban ugyanezért akár 60-80 ezret is elkérhetnek. Ehhez jön még a plusz csomagok felára, és ha szeretnél ülőhelyet is választani, akkor azért is külön fizetned kell. Ha a repülés helyett inkább az autót választanád, akkor a Budapesttől kb. 1200 km-re fekvő Civitavecchia felé kell venned az irányt. Innen komppal juthatsz át Szardíniára, egészen pontosan Olbia kikötőjébe. A komp menet ideje nappal 5 óra, éjszaka pedig 8 órás úttal kell számolnod.
A kompárokat rengeteg tényező befolyásolja, de 4 fő és egy autó részére, oda-vissza útra 4-600 euróval nyugodtan kalkulálhatsz, igaz a drágább jegyek már a saját kabinárát is tartalmazzák. Ha például a MrFerry.com oldalon megadod az utasok és az autó paramétereit, valamint az utazás pontos időpontját, pillanatok alatt megkapod a konkrét árakat. A szigeten bár van egy működő vasúthálózat, a szerelvények és maguk a sínek is meglehetősen régiek és lepukkantak. Ennek ellenére a nagyvárosok és a repterek könnyen elérhetőek vonattal. Kisebb településekre viszont gyakran csak napi egy szerelvény közlekedik, éppen ezért a sziget felfedezésére a vonat kevésbé alkalmas. Az árak egyébként egészen elfogadhatónak tűnnek. Még 2 egymástól közel 300 kilométerre fekvő településre is legfeljebb 20 euróért megválthatod a jegyedet. Ami még körülményesebbé teszi a vonatközlekedést, hogy sok helyre csak többszöri átszállással lehet eljutni, de olyan szakasz is van, ami csak szezonálisan működik. A menetrendről és az árakról további infót az italiarail.com vagy az omio.com oldalon találhatsz. A tömegközlekedés egy másik módja a távolsági busz. Ezzel az a probléma, hogy a busztársaság weboldala kizárólag olaszul érhető el, és még a helyiek is azt mondták, hogy nehéz rajta kiigazodni. A buszmegállókban ugyan van menetrend kitéve, természetesen olaszul, de szerintem az internet korában ennél már tovább kellett volna lépnie egy magára valamit adó szolgáltatónak. A sziget felfedezésének a legpraktikusabb módja egyértelműen az autó. Ha nem saját kocsival tervezed az utazást, akkor mindenképpen időben foglald le az autódat, mert a főszezonban helyben már nem igen fogsz bérautót találni. Én erre a rentalcars.com oldalt szoktam használni. Ha nem vagy jártas a külföldi autóbérlésben, foglalás előtt mindenképpen nézd meg az erről szóló videómat, hogy elkerülhessd a buktatókat és a felesleges kiadásokat. Az autóbérlés ára teljes körű biztosítással együtt szezonon kívül napi 7000 forinttól kezdődik, még a főszezonban ugyanezért legalább 22 000 kell fizetned. A nyári időszakban helyi kölcsönzőktől pár napra motort is tudsz bérelni, de ezt csak akkor tanácsolom, ha megfelelő tapasztalattal rendelkezel a vezetéséhez. Szardinián az utak állapota nagyjából olyan, mint itthon. A közelmúltban építettek többnyire rendben vannak, de a régebbiek sokszor síralmas állapotúak. Bár a szigeten autópályák nincsenek, a nagyobb városokat 2x2 sávos autóutak kötik össze egymással. Az úthasználatért sehol sem kell fizetni, de cserébe elég gyakoriak az elterelések és a korlátozások. Az autóutakon 110 km/h a megengedett sebesség, egyéb városon kívüli helyeken pedig 90. Fontos tudni, hogy esőben, vizes úton ez a sebességkorlát egységesen 80 km/h változik. Ha Szardinián vezetsz, tapasztalni fogod, hogy a helyiek a sebességhatárokat meglehetősen rugalmasan kezelik. Viszont nem biztos, hogy célszerű követni a példájukat, mert még a 10% alatti sebességtúllépés is minimum 40 euróba kerül, a 60 km/h meghaladó gyorshajtás pedig akár 3300 eurót is kóstálhat. Az autóutakon kívüli utak nagy többsége hegyi szerpentin, éles kanyarokkal, az egyik oldalon sziklafallal, a másikon szakadékkal. Éppen ezért mondtam, hogy a motorozást csak azoknak tanácsolom, akik megfelelő rutinnal rendelkeznek. Gyakran tapasztaltuk, hogy a sziget belső területein az esti sötétedéssel együtt a köd is leszáll, ami a látótávolságot drasztikusan lecsökkenti. Hogy ez a nyári időszakban mennyire jellemző, azt nem tudom, de ha neked esetleg van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, kérlek írd meg kommentben. A parkolási szabályok végtelenül egyszerűek. A fehérrel jelzett helyeken ingyenes a parkolás, a kékek fizetősek, a sárgában pedig csak az arra jogosultak állhatnak meg. Számomra furcsa volt, hogy nem fizetős és ingyenes zónák váltják egymást, hanem össze-vissza vannak a különböző színek felfestve. Sokszor az utca egyik oldala ingyenes, míg a másik pedig fizetős. Arra viszont készülj fel, hogy főleg a nyári időszakban a turista látványosságok és a felkapottabb strandok környékén még fizetős parkolóhelyet is szinte lehetetlen találni. Ha esetleg úgy gondolnád, hogy az egy-két hetes nyaralásod alatt majd Töviről hegyire jól bejárod a szigetet, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak, ez szinte lehetetlen vállalkozás. Bár a sziget területe csak kb. Negyede Magyarországénak, még így is túl nagy ahhoz, hogy mindent megnézz. Ha ezt mégis szeretnéd megkísérelni, akkor egy lakóautóval kerülhetsz legközelebb a terved megvalósításához.
Ilyet több cég is kínál, kb. Napi 100 eurós ártól. Ha az érdekes lehet számodra, nézz körül például az indiecampers.com oldalon, vagy keresd rá neten más cégek ajánlataira. Már sok eddigi videómban említettem, hogy a turista övezetekben általában magasabbak az árak, mint az azon kívül eső részeken, és ez Szardíniára fokozottan igaz. Indulás előtt sok helyen olvastam olyat, hogy turista szemmel nézve Szardínia az egyik legdrágább sziget a földközi tengeren. Én azért ezzel az állítással vitába szállnék. Ehelyett inkább azt mondanám, hogy vannak a szigetnek nagyon drága részei, és vannak kimondottan olcsó övezetek is. De nézzük sorba az egyes régiókat. Costa Smeralda, Szardínia észak-keleti részén található kis félsziget, nagyjából 20 kilométernyi tengerparttal. Ez nem csak a sziget, de egyben egész Európa egyik legdrágább része is, ahol egymást érik a sok millió dolláros nyaralók. Ide főleg filmsztárok, üzletemberek és politikusok járnak nyaralni, bárhogy utóbbiak miből, azt ugye inkább ne feszegessük. Állítólag még George Clooney-nak is van itt egy háza. Ebben a régióban a szolgáltatások árai is az ő pénztárcáikhoz igazodnak, tehát nekünk egyszerű földi halandóknak ez a rész szinte megfizethetetlen. Itt egy napra egy tengeri napernyő napágy kombó bérlés akár 250 euró is lehet. Mindettől függetlenül még itt is vannak teljesen emberi áru éttermek, de horror drágákba is könnyen belefuthatsz. Ezért mielőtt beülsz valahová, mindenképpen nézd meg az étlapot, nehogy ott hagyd egyetlen ebédért a teljes nyaralásra szánt költségkeretedet. Ahogy ettől a régiótól távolodsz, az árak is gyönyörűen elkezdenek csökkenni, de ezzel együtt sajnos gyakran a színvonal is romlik. A tengerparti nyaralóvárosok egy részén látszik, hogy egykoron szebb napokat is megéltek, de mára egy részük eléggé leamortizálódott, rájuk férne egy alapos felújítás. Számomra nagyon kiábrándító volt, hogy sokszor még a közvetlen tengerparti sétányok útjain is a kátyukat kellett kerülgetni, és helyenként a díszburkolatok egy része is hiányzott már. Ahogy haladsz délfelé, a sziget közepe irányába, inkább a dél-olasz régiókra jellemző elmaradottság váltja fel a luxust. Ez az árakban is szépen megmutatkozik. Még az elegánsabb éttermek többségében sem kell két főre 50 eurónál többel kalkulálnod egy étkezésért. Persze itt is találhatsz azért ennél drágább helyeket is, főleg a tengerpart közelében. A déli rész a sziget gazdasági központja. Ez a legsűrűbben lakott régió, és itt található a főváros, Cagliari is. Ezen a környéken az árak megint magasabbak egy kicsit, de távolról sem annyira, mint északon. Az üzemanyagok viszont mindenhol egyformán kegyetlenül drágák. Az utazásunk idején itthon 1 liter benzin vagy dízel ára 475 forint körül volt, ott pedig 1 liter benzin 1,7 euró, ami kb. 620 forint, a gázolajért pedig 1,55-öt kértek, ami nagyjából 560 forintra jön ki. És ez az ár is csak akkor igaz, ha automata kútból tankolsz. Ez egyébként nem egy bonyolult feladat. Csak bedugod a kártyádat, a gép záró rajta nagyjából 100 eurót, majd kiválasztod, hogy hányas számú kútból szeretnél tankolni. Tankolás után nincs további teendőd, csak visszaakasztod a pisztolyt a helyére, és néhány perccel később a különbözet visszaíródik a számládra. A gépek készpénzt is elfogadnak, de visszajárót viszont nem adnak. Tehát ha bedugsz 50 eurót, és a tankba csak 40 eurónyi üzemanyag fér, akkor a különbözetnek búcsút mondhatsz. A másik megoldás, hogy nem az önkiszolgáló sorba állsz be. Ilyenkor a kutas szolgál ki, de ebben az esetben a kiírt árhoz minden tankolt liter után 10 centet hozzátesznek szervizdíjként. Általában minden kúton van lehetőség a tankolás mindkét módozatára, de éjszaka és hétvégén csak az önkiszolgáló kútfejek működnek. Mielőtt rátérnék a látnivalókra, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg másokkal is ezt a videót a Facebookon vagy a Twitteren. Segítségedet előre is nagyon köszönöm. A szigetnek közel 2000 kilométernyi, tényleg különlegesen csodálatos tengerpartja van. Itt találhatóak Európa legszebb fürdőhelyei, sokszor a trópusokat idéző hófehér homokkal. Könnyen találhatsz sziklákkal körülvett zárt öblöket is, gyönyörű növényzettel, ahol szinte a paradicsomban érezheted magad. A festői idillt viszont kicsit beárnyékolja, hogy sajnos néhány ilyen helyen közel-távol egyetlen illemhely sincs, ezért a turisták jellemzően a legközelebbi bozótosokban végzik el a szükségleteiket.
Ebből kifolyólag helyenként elég kellemetlen a bűz a partokra vezető utakon. Itt említeném meg, hogy a partról homokot és kavicsot emlékbe elhozni nem csak hogy szigorúan tilos, de nagyon nem is ajánlatos. Ha ezt mégis megteszed, és hazafelé a reptéren bármilyen csekély mennyiséggel lebuksz, amellett, hogy elkobozzák azt, még 1000-től 3000 euróig terjedő bírságra is számíthatsz. Szardinián rengeteg fennmaradt történelmi emlék van, egészen az időszámítás előtti 9. századtól az 1900-as évekig. Az elmúlt évszázadok alatt építettek 10 000 darab úgynevezett nurágit, ami nem más, mint egy ismeretlen célból létrehozott kőépítmény. Ebből 7000 a mai napig áll, bár sokuk magánterületen. Ezeknek történelmi szempontból bizonyára nagy a jelentőségük, de nálam legalábbis, a ha egyet láttál, láttad az összeset kategóriába esnek. Ezen kívül van még jó pár ásatás is, de őszintén szólva ezek sem tartoznak a világ legérdekesebbjei közé. Szinte minden városnak vannak kisebb-nagyobb történelmi negyedei, régi házakkal, templomokkal és más építményekkel. Az ezeken kívül eső részek viszont sokszor meglehetősen jellegtelenek. Bár szinte minden városban találhatsz hangulatos sétáló utcákat, ezek viszonylag kis területre korlátozódnak, és még a nagyobb városokban is legfeljebb 1-2 óra alatt alaposan bejárhatóak. Főleg a déli részeken, ezen kívül nagyon sok, meglehetősen otromba kinézetű ipari létesítmény csúfítja a tájat. A hiedelemmel ellentétben a sziget nem a Szardínia nevű halról, hanem az ott élő szárd népcsoportról kapta a nevét. A helyiek többsége, legalábbis akiket én megkérdeztem erről, ennek ellenére inkább olasznak tartja magát, és sokkal kevésbé szardíniainak. Legtöbben mára már, amíg mindig hivatalos nyelvnek számító szárd nyelvet sem beszélik. A szigeten élő emberek többnyire nagyon kedvesek az idegenekkel. Az idegenforgalomban dolgozók és a fiatalabb korosztályhoz tartozó helyiek jellemzően tökéletesen beszélnek angolul. A náluk idősebbek, amit úgy érts, hogy mondjuk a 40 felettiek nagy többsége, viszont szinte egyáltalán nem. Ha már jártál Olaszországban, biztos te is tapasztaltad, hogy ettől függetlenül kézzel-lábbal mutogatva és közben anyanyelvükön magyarázva tökéletesen elpantomimeznek szinte bármit. Így a végén elhiszed magadnak azt is, hogy érted a nyelvüket, még akkor is, ha valójában egy szót sem beszélsz olaszul. Mint ahogy a videó elején említettem, kipróbáltuk, mennyire lehet leszorítani a költségeket úgy, hogy az még ne legyen kényelmetlen. Éppen ezért most nem szállodában laktunk, hanem egy apartmanházat béreltünk a sziget középső részén, Oristano nevű városban. Mielőtt rátérnék a költségekre, azért mindenképpen megemlíteném, hogy bár magával az apartmannal nem volt problémánk, a helyválasztás mégsem volt a legtökéletesebb. Mégpedig azért nem, mert Szardíniának pont ezen a középső részén van a legkevesebb érdekesség. Mind a déli, mind az északi rész innen túl nagy távolságra van ahhoz, hogy oda egynapos kirándulásokat tegyél. Éppen ezért azt tanácsolom, ha inkább a nyugalomra vágysz és csak fürdőzni szeretnél, akkor az északi régióban keresd szállást, ha pedig a relatív mozgalmas városok érdekelnek jobban, akkor Cagliariban vagy annak környékén foglalj helyet magadnak. Minden árat két fő részére 5 napos tartózkodással számoltam. Mivel a fapados légitársaságok által engedélyezett mini podgyászba nem fértek volna el a téli ruháink, ezért elsőbségi beszállást vásároltunk mindkettőnk részére. Így felvihettünk a fedélzetre egy-egy plusz bőröndöt is. Ezen kívül választottunk ülőhelyet is, és így összesen a repülőjegyekért 90 000 forintot kellett fizetnünk az oda és vissza útra. Ha az elsőbségi beszállásról és a választott ülőhelyekről is lemondunk, kb. Fele ennyi lett volna a költségünk. Mivel csak ketten utaztunk, így nekünk elegendő volt a legkisebb kategóriájú autó is, de 3 vagy 4 főnek már szűkös lett volna ez a méret. Az autót a reptéren vettük át érkezéskor, és ott is adtuk le közvetlenül a hazaindulás előtt. Ennek az ára a teljes körű biztosítással együtt 65 000 forint volt. Korábban említettem, hogy érdemes a közlekedési szabályokat, azon belül is főleg a sebességhatárokat fokozottan betartani. Már javában itthon vágtam ezt a videót, amikor 3 hét elteltével az elmondottak bizonyítékaképpen megérkezett a büntetés.
Az egyik autóúton nem vettem figyelembe egy 90-es táblát, és lefotóztak 112 km/h sebességgel. Ez a művelet 130 euróba került, plusz a kölcsönző is felszámolt további 50 euró plusz áfát, vagyis 61 eurót az ügyintézésért. Itt jegyezném meg, hogy ha az Unió bármelyik országában jársz, és esetleg kapsz egy közlekedési bírságot levélben, vagy akár kölcsönzött autó esetén a bérbeadón keresztül e-mailben, azt semmiképpen se hagyd figyelmen kívül. Ha nem fizetsz, átadják az ügyet a magyar hatóságoknak, és a végén a sokszorosát verik rád az eredeti bírság összegének. Bár ez a kis kihágás nekünk sajnos 70 ezer forintunkba került, azért ezt az utazási költségekbe mégsem számolnám bele. Az apartman szintén még itthonról foglaltuk. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy legyen egy jól felszerelt konyhája, ahol főzésre is lehetőség van. Ezen kívül az se volt elhanyagolható szempont, hogy autóval is meg tudjunk állni a közelében, lehetőleg ingyen. Mindezért a 4 éjszakára 45 ezer forintot fizettünk. Azért azt hangsúlyoznám, hogy a nyári időszakban az autó is és a szállás is ennél jóval többe kerül. Ha most is a szokásos 3 vagy 4 csillagos szállodát választottuk volna, akkor még ebben az időszakban is minimum 15-20 ezer forinttal többet kellett volna fizetnünk az 5 napra. Azzal, hogy étterem helyett többnyire magunknak főztünk, rengeteg pénzt tudtunk megspórolni. Az egész szigeten találhatsz nagyobb boltokat és akár nemzetközileg is ismert üzletláncokat. Ezekben az árak kb. Az itthoniakhoz hasonlóak, azzal a különbséggel, hogy az alapvető élelmiszerek egy kicsit drágábbak, mint Magyarországon, de például az egyébként nagyon finom helyi sajtok, a felvágottak és a tészták valamivel olcsóbbak. Mi általában az Eurospin nevű hálózat valamelyik üzletében szereztük be az élelmiszert, és összességében nem fizettünk soha többet, mint amennyibe az itthon került volna egy nagyobb bevásárlóközpontban. Azért, ha egész napos túrára mentünk, még így is időnként beültünk étterembe, de ilyenkor mindig elkerültük a turisták által látogatott helyeket, és inkább a nagyvárosokban kerestünk valami hangulatos kis pizzériát. Így ezt is megúsztuk alkalmanként 30-40 euróból. Így mindössze 80 ezer forintnyi eurótól sikerült megszabadulnunk, de ennek a felét az üzemanyag tette ki. Vagyis mindössze 40 ezer forint ment el a kajára és a belépőkre, ami egy drágának kikiáltott szigeten azt gondolom egyáltalán nem sok 5 napra. Így a teljes költségvetésünk, a büntetés nem számítva, 280 ezer forintra jött ki, vagyis fejenként 140 ezer forintot kellett fizetnünk. Nyáron az árak nyilván magasabbak, de azért remélem ez is ad némi támpontot, hogy milyen kiadásokra számíthatsz, ha Szardíniára utazol. Számításaim szerint, ha főzésre nem lett volna lehetőségünk, és minden étkezést étteremben oldunk meg, akkor további legalább 150-200 eurót költöttünk volna. A sziget felkeresését azoknak ajánlom, akik szeretik a különlegesen szép tengerpartokat és a fürdőzést, de természetesen nekik is csak a nyári időszakban. Bármint említettem, vannak történelmi emlékek és más egyéb látnivaló is, ezek legalábbis az én megítélésem szerint egyáltalán nem annyira különlegesek, hogy csak emiatt érdemes legyen odautazni. A téli időszakban pedig bár az időjárás jobb, mint itthon, annyira azért még sincs meleg, hogy azért megérje felkeresni ezt a szigetet. Ha a nyaralásod alatt bulizni is szeretnél, akkor Szardínia megint nem a neked való úti cél, mert itt az év minden szakában este 10 körül bezár minden, és szinte megáll az élet. Nyáron valószínűleg szebb arcát mutatja a sziget, mint így a tél közepén, de ettől függetlenül összességében számomra Szardínia elég nagy csalódás volt. Hát ennyi volt ez az epizód. Az elmúlt időszakban többen kérték, hogy készítsek filmet az Egyesült Államokról is. Ha a Covid újabb hullámai nem szólnak közbe, az idén remélem ez is teljesülni fog, és még van pár egyéb különleges úti tervem is. Ha tetszett ez a videó, és még nem tetted meg, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg másokkal is a Facebookon vagy a Twitteren. Segítségedet tényleg nagyon köszönöm. Ha esetleg privát üzenetet szeretnél küldeni, akkor azt a gazdaságosutazókukac@gmail.com címre várom. A videóval az volt a célom, hogy segítsek másoknak a megfelelő úti cél kiválasztásában, illetve a költségek csökkentésében. Ezért, ha úgy érzed, hogy valamit kihagytam, vagy te más tapasztaltál szardíniai tartózkodásod alatt, akkor kérlek, írd meg kommentben. Köszönöm a figyelmedet!